Jó estét kívánok, szeptember 18-a van, Önök a Tatai Televízió műsorát látják. Telefonszámunk 482-523, hívjanak bennünket, hogyha a műsorral kapcsolatban kérdésük vagy véleményük van, hiszen az adásunk élő, és természetesen az adás alatt él is a telefonszám. A mai műsorban is a szokáshoz híven elsőként az elmúlt hét eseményeinek képes összefoglalójával a Tatai Híradóval jelentkezünk. Ezután a 13. Tatai Városi Képviselőtestület ülésének egy bő összefoglalóját láthatják az önkormányzati hírekben, majd utána az idősek hete, most már hagyománynak számító idősek hete rendezvénysorozatról egy sajtótájékoztató keretében beszélünk a szervezőkkel, illetve a szervezők vezetőjével. Ezután programajánlónk, moziajánlónk következik, és utána a tematikus magazinokat láthatják. Ma a Helyi Érték magazin, illetve a Caritas jelentkezik. A Helyi Érték magazinban azokat a tárgyakat a Kunidomonkos Múzeumból, azokat a tárgyakat szeretnénk Önöknek megmutatni, amelyeken a millennium évében nemzeti érzületünk látszódik, illetve az elmúlt századok nemzeti érzületei, a nemzeti jelképek látszódnak. A Caritas magazinban pedig a Vöröskereszt Tatai csoportjának önkénteseiről láthatnak egy összeállítást. Elsőként tehát következzék a Tatai Híradó. A Kincstári Vagyoni Igazgatóság központja Veszprém, Győrmoson-Sopron és Komárom-Esztergom megyében tartotta a műszaki gazdasági munkatársai részére az országos szakmai konferenciát, melynek keretében a különböző településeken, többek között a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanokat is megtekintették. Műszaki konferenciánk célja, hogy a kezelt vagyon, amelyik hát országszerte található és a megoszlásában a megyére is jelentős ingatlanok jutnak. Egyrészt a tapasztalat azoknak a munkatársaknak lényeges, akik ezzel közvetlen foglalkoznak, másrészt a szervezetünk többi munkatársai egyfajta országos tapasztalatot gyűjthetnek arról, hogy ebben a megyében mi, hogyan, milyen módszerek, milyen jelentősebb létesítmények és milyen eredménnyel történik a kincstári vagyonnal a gazdálkodás. Mihez kezdenek majd az adatokkal? Végső fokon az adatszerűségek rendelkezésre állnak, tehát ennek a feldolgozása, ez mindig lehetséges lenne, de az adat az mindig egy személytelen forrás. A személyes benyomás és a helyszíni tapasztalat az kiegészíti, pontosítja, súlyozza, esetleg színezi ezeket az adatokat, és a következő időszak tennivalóihoz hozzájárulhatnak, hogy még helyesebben lehessen dönteni adott kérdésben. Ön mikor lenne elégedett ezzel a konferenciával? Hát először is, hogyha mindazokat a programpontokat, amiket terveztünk, végig tudnánk járni. Ha mindenki olyan mélységig megismerni a társkirendeltség által elvégzett feladatokat, mint amilyen mélységben, ahhoz kell, hogy a KVI egészének a működését is egy plasztikusabb képbe tudja helyezni. A jóga a mindennapi életben rendszert kidolgozó indiai jógamester kedden volt a Tatai Klub meghívására a jóga iránt érdeklődők vendége. A jóga évezredes életmódrecept. Lényege a belső teljességre, a harmóniára való törekvés. Speciális mozgásgyakorlatai ennek megvalósítását segítik. Maga a mester Indiában született. Évtizedek óta dolgozik azon, hogy az európai népekkel is megismertesse a jóga kínálta lehetőségeket. 1972-ben Bécsben jóga központot alapított. Irányítása alatt az egész világon dolgoznak tanítványai, Kanadától Ausztráliáig, népszerűsítve ezt az életformát. Hazánkban a mester által kidolgozott jóga mindennapi életben rendszer 1978-tól működik, és természetesen vannak követői Tatán is. Ez bizonyítja a művelődési központ zsúfolásig telt nézőtere. Már a kezdetektől fogva nagyon jó volt Magyarországgal a kapcsolatom. Az emberek melegszívűek, nyitottak, egyszerűen és őszintén gondolkoznak. Tatán és Tatabányán is jártam már. Megható és megnyugtató, hogy milyen nagy érdeklődés kíséri az előadásokat, mondta a mester. Nagyon fontos, hogy sok a fiatal, hiszen az ő életmódjukat még alakítani lehet, s a jóga lehetőség arra, hogy egészséges, drogot, erőszakot elutasító, harmonikus életre képes felnőttek kiérjenek. Terek, formák, színek,
és sok-sok apróság, ami otthonossá varázsolja lakásunkat. Immár 5. alkalommal kaphattunk ötleteket a lakáskultúra kiállításon és vásáron. 19 kiállítós tandján válogathattak az érdeklődők a bútoroktól a fali szőnyegekig és dísztárgyakig. Nem csak vásárolni, de tanácsot kérni is lehetett a rendezvény 2 napja alatt. Én most vagyok itt másodjára. Tavaly volt az első kiállításom, és számomra is az volt a legelső bemutatkozás itt a Tataj és a környék lakossága a közönség előtt. Egészen színvonalas szerintem ez a rendezvény, ugyanis amit egyébként meg lehet találni a egyes boltokban, vagy akár az utcán sétálva, akár bárhol szerintem az országban, hogyha járunk, az az abszolút igénytelen és színvonaltalan és egyszerűen lelket facsaró, meg szívet tipró munka, kézi munka, kézművesség, az abszolút nincs itt jelen. Tehát ide, aki eljön, szerintem színvonalas portékát árul, nagyon szép, mindegyiket akár külön percekig ámulva érdemes megnézni, meg is érdemes vásárolni. Még mindig az anyagiak dominálnak nálunk, tehát a pénztárcánktól függ az, hogy mit vásárolunk, és nem igazán az, hogy most az nagyon tetszik nekünk, vagy igazán mimes termék, szépen kidolgozott, előre megtervezett, átgondolt, harmonizálnak a színek, stb. Tehát nem igazán ezt nézzük, hanem hogy mit engedhetünk meg magunknak, és mondjuk éppen ettől függ a minőség. És itt most a patchworköt mennyien látogatták? Hát azért még olyan sokan nem jöttek el sajnos, mint amennyire számítottam. Remélem, hogy holnap azért többen ráérnek majd, annál is inkább szeretném, hogy többen is megtekintsék, mert most egy olyan falvédőt mutatok be, amit még soha nem készítettem, ezt egy megrendelőm kívánságára vartam. Ez egy majdnem 5 négyzetméteres falvédő, egy gyerekszobába fog majd kerülni, úgyhogy szeretném, hogy minél többen meglássák, hogy azért ilyen nagy munkát is lehet ilyen apró pici anyagokból elkészíteni. És a másik, hogy... amivel még tavaly nem dicsekedhettem, hogy idén júliusban volt egy nemzetközi kézimunkapályázat Tokajban, és ott patchwork kategóriában 3. lettem, mint díjazott először most állíthatom ki a munkáimat, és szeretném, hogy minél többen megnézzék. Az ember azért alkot, hogy a világban megtalálja magát. Amit egyszer megfest a művész, az már az övé. Legyen az egy táj, ott már nem idegen többé, vagy legyen egy arc, ahhoz örökre kötődni fog. Hogyan kezdett el festeni? A lányomat hoztam el rajzolni, ő abba hagyta, én meg itt ragadtam a rajzszakörbe, és azóta egy jó 10 éve rajzolok, festek. Tehát ön nem magányos festő, nem csoporttagja? A Bányász képzőművészeti körtagja vagyok Tatabányán, és a Esperanto körtagja. Mi a kedvenc témája? Gyakorlatilag mindegy, mit rajzolok, ami megtetszik. Tájkép, portré, csendélet, bármi. Ha tetszik, akkor megpróbálom elrajzolni. Valamikor sikerül, valamikor nem. Mondjuk ezek inkább a sikerültebb képeim. Hány év munkája látható most itt a kiállításon? Gyakorlatilag 10 éve rajzolok. Ez az elmúlt 10 évnek a termése. Kik az ön kedvenc festői? Rembrandtot szeretem nagyon. Ami különleges, de azt mondja a tanár úr, hogy nem hasonlít rá a képem, mert ő egész más stílusba festett, rajzolt. Mik a kedvenc technikái? Általában pasztellel rajzolok, pasztellképeket, kevesebb a akvarellem, de pasztellt szeretem nagyon. Mit szeretne kifejezni a képeivel? Nekem tetszik az a táj, vagy az a portré, az az ember, akit rajzolok. És azt szeretném megmutatni, hogy azt a szeretetet, én szeretem azt az embert, vagy azt a tájat, amit rajzolok, belevinni a szeretetemet, és azt visszasugározni az emberek felé, hogy ők is érezzék azt, hogy ez milyen szép az a táj, milyen szép az az ember, milyen az a portré. Fantali Tamás amatőr festő hihetetlen alázattal, szeretettel mutatja be festményein Magyarország legszebb tájait és az egyszerű embereket. Képei egészen közel állnak a gyermeki ábrázoláshoz, ahogyan őszintén rácsodálkozik a világra. Csodálatos színvilág tárul elén képei láttán. Csendéleteinek sötét hátterével a virágok szinte életre kelnek. Tömbszerű portréit kiemeli a semmi képi elemet nem tartalmazó síkszerű háttér. Tájképein jól észrevehető, hogy a festőt igazából a lenti, földhöz közeli dolgok érdeklik. Házak, fák és növények. Érdekes, hogy az ég nem kap kiemelt helyet a képeken. Több évi munkatermése ez a kiállítás, és reméljük, hogy még nagyon sok megfestetlen hely maradt.
Elfogadta a Tatai Televízió Közalapítvány kuratóriuma az év első felének költségvetéséről készült tájékoztatót. A napi rendi pont tárgyalásakor elhangzott az is, hogy a Matáv Kábel TV Kft., a városi kábelhálózat tulajdonosa, az adásvételkor ígért 1 millió forint támogatás és 1 millió forint munkarendelésből csupán csak 500 ezer forint támogatást teljesített. A másfél milliós kiesés komoly gondokat okozhat a tévé működésében a második félében. További gondot okoz az is, hogy az önkormányzat nem a szerződésben rögzített ütemben utalja át a tévé támogatását. Az ORTT és pályázatok helyzetéről szóló beszámolóból kiderült, három produkció készült el, a Tatai Fazekasság története, a művelődés történeti séta a Tatai Angolkertben és a Tatai Minimaraton közvetítése. Folyamatban van a testületülések közvetítése és a sportkert. A kuratórium tárgyalt a szerkesztőségben lezajlott személyi változásokról, a városi kábelrendszer tulajdonlása körüli helyzet közalapítványt érintő hatásairól és az Agostyáni út 1-3 szám alatti irodaház esetleges önkormányzat általi értékesítésének hatásairól. A soros ülés egy hónap múlva lesz. Szeptember 13-án a Tatai Televízió élő egyenes adásban közvetítette a Városi Képviselőtestület soros ülését. Most az önkormányzati hírekben a polgármesteri tájékoztatót hallhatják az ülés témáiról. A rendkívüli képviselőtestületi ülés rendhagyó módon kezdődött, mégpedig városunk zászlajának felékesítésével a milleniumi országos vadásznapok emlékszalagjával. A szervezők részéről Bánya István kötötte fel a szalagot. A napirend előtti hozzászólások tették hivatalossá azt a bejelentést, illetve azokat a bejelentéseket, amelyeket korábban már az írott sajtóból megtudhattunk. Nevezetesen, hogy két fideszes politikus, Hetényi Tamás és Bálint Csaba kilépnek a polgári frakcióból, miként ugyanezt teszi Veréb Zoltán és dr. Szatmári Sarolta, a Független Kisgazdapárt két képviselője is. A képviselőtestület végül is az eredetileg tervezett 32 napi rendi pontból 31-et meg is tárgyalt, amelyeknek a határozatáról. Kérem, hogy tájékoztassa bennünket, polgármester úr. Kezdjük talán a legelején azzal a költségvetési rendelet módosítással, ami végül is a hivatal létszámát volt hivatott módosítani. Az okmányiroda január 1-től indult be, 2000. január 1-től, és akkor úgy oldottuk meg a feladatot, hogy nem vettünk fel új embereket az okmányirodai teendők ellátására, hanem a meglévő állományból két kollégát neveztünk erre a feladatra. Ennek tulajdonképpen bérmegtakarítás oka volt, mert egyébként az okmányirodai feladatokra kaptunk bértömeget a kormánytól, de tulajdonképpen így két embernek a bérét meg tudtuk spórolni. Ez kiderült az elmúlt fél esztendő alatt, hogy nagyon nagy mennyiségű munka szakadt az ő nyakukba, amellett, hogy egyébként megmaradt a korábbi saját feladatuk is. Ezért aztán bizony előfordult, hogy sokat kellett várakozni az okmányirodán előtt. Nagyon hosszú ideig tartotta az ügyintézés. Ez önmagában már indokolta volna, hogy átgondoljuk ezt az akkori lépésünket, és bizony egy segéderőt részükre bocsássunk. Azonban októbertől és novembertől, tehát az idén októbertől és novembertől újabb feladatokat kapott az okmányiroda. Gondolok itt arra, hogy rövidesen a vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés, majd pedig a személygépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés is az okmányiroda hatáskörébe kerül, ugye a kamarától, illetve a rendőrségtől, és hosszabb távon pedig az útlevéllel kapcsolatos ügyek is ide fognak kerülni. Most már egyértelmű, hogy nem tartható az állapot, hogy két kollégával kell ezt a rengeteg feladatot. Ezért kértük a képviselőtestülettől, hogy engedélyezze a polgármesteri hivatal létszámának bővítését. Már gondolva a 2001-es feladatokra is négy fővel javasoltuk az okmányirodát bővíteni, valamint a szociális területen, és úgy éreztük, hogy szükség van egy létszám bővítésére, mert rengeteg ügyük van, rengeteg szociális probléma van a városban, amelyeket korábban nagyon kevés létszámmal kezeltünk. Tehát összességében 5 fővel 91 főre emelkedett a polgármesteri hivatal engedélyezett létszám kerete. Második napi rendi pontként a szervezet és működési szabályzatot módosították, itt alapvetően a frakciók létszámában döntöttek. Legalábbis a napirend A pontjában az alpolgármester úr, Veréb Zoltán alpolgármester úr kezdeményezte, hogy a korábban minimálisan 3 főben meghatározott képviselőcsoport létszámot csökkentsük a képviselőtestület 2 főre. Ezzel összességében 5-re növekedett a tatai önkormányzatban a képviselőcsoportok száma. Valahogy
bennem ez inkább azt a képzetet, azt a hangulatot sugallja, hogy inkább nem az összefogása az, ami meghatározó, hanem talán inkább egy kicsit a széthúzás. Tehát reméljük, hogy ez nem így lesz a való működésben. B pontja volt ugyanennek a napi rendi pontnak a választott tisztségviselők illetményének, illetve tiszteletdíjának meghatározása, továbbá a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjának módosítása. Én arra kérném, hogy ha nem is összegszerűen, de a tendenciákat azért nézzük, hogy változott, nőtt, kevesebb lett. Tulajdonképpen minden változatlan maradt. Az indoka ennek az előterjesztésnek az volt, hogy augusztus 1-től egy törvény hatályba lépett, amely rendezni kívánja a polgármesterek illetményét. Most mi az alpolgármester úrral abban maradtunk, hogy alapvetően a költségvetésünk kimélése érdekében, hiszen januártól olyan költségvetésre dolgozik a város, ami meghatározza, hogy milyen nagyságrendű, idézőjelben bértömeg áll rendelkezésre, részben a polgármester, alpolgármesterek, részben pedig a képviselők juttatásainak a fedezésére. És ezt évközben úgy éreztek, hogy indokolatlan lenne megemelni más, esetlegesen más feladatok kárára vagy terhére. Ezért azt a javaslatot tettük, hogy ne változzon. Viszont ez mégsem volt ilyen egyszerű, hiszen a törvény megállapítja azt, hogy mely összeg lehet az alsó határ és mely a maximális határ. És ezt a mi fizetésünk korábban nem érte el. Tehát mindenképpen emelni kellett, hogy belelépjünk ebbe az intervallumba. Viszont korábban létezett, és most is létezik a mai rendszerben úgynevezett költségtérítés, amely tulajdonképpen általány formájában is fizethető volt, ami azt jelenti, hogy ugyanúgy adózik, ugyanúgy járulékköteles, mint a rendes alapfizetés. Maximum 30% lehet az ilyen általányszerűen fizethető költségtérítés. És mi a polgármesterről azt kértük a képviselőtestületől, hogy részünkre ne állapítson meg költségtérítést, hanem a korábbi összeget, a két összeget, tehát a alapilletményt és a költségtérítést adja össze. Ezzel az összesített adattal már beleférünk abba az intervallumban, amit a törvény megállapít, viszont egy fillérre sem változik az összeg, mert a kettő összeg az ugyanannyi, mint ami korábban volt. Azért kellett SMS-t is módosítani, illetve szervezet és működési szabályzatot, mert abban viszont az van, hogy a képviselő költségtérítése az a polgármester illetményének a függvénye, alapvetően annak a 20%-a, és hogyha valaki bizottságban dolgozik, vagy bizottsági elnök, akkor ez növekvő összeg volt. De ez az összeg korábban csak az alapfizetésre vonatkozott, a költségtérítése nem. Tehát amikor a költségtérítést úgymond alapfizetésbe emelte a képviselőtestület, azonnal egy elég jelentős 40%-os képviselő tiszteletdíj emelést indukált volna, hiszen egy növelt összegre jött rá 20%. Itt ugyanazt az elvet kívántuk érvényesíteni, hogy évközben ne kelljen a költségvetést amiatt módosítani, mert sokkal több kiadásunk keletkezett. Ezért azt az alap 20%-ot, amelyet a képviselői tiszteletdíj korábban jelentett, most 14,3%-ra csökkentettük vissza. Azért ilyen furcsa, nem kerek, hanem ilyen tört számra, mert így maradt változatlan az augusztus 1-i állapot előttihez képest. Tehát tulajdonképpen a tendencia az, hogy semmi sem változott, de ezt egy nagyon bonyolult határozathozatal és rendeletalkotási struktúrán kellett átvezetni. Újabb rendelet módosítása következett ezután, mégpedig a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása. Egy nagyon egyszerű kiegészítés történt, igazából magasabb jogszabályhoz igazodtunk. A tavalyi évben született egy olyan magasabb rendű jogszabály, amely azt mondja ki, hogy amikor ezeket a szociális ellátásokat előkészíti a hivatal, akkor nem csak a családok egyfelé jutó jövedelmét, vagy esetlegesen kivényezett tanulmány útján, az ott látottak alapján egy ilyen meg nem határozható vagyoni helyzetét lehetett figyelembe venni, hanem ténylegesen a család vagyonát meg lehetett, tehát a törvény lehetővé tette, hogy ezt megismerjék, megkérdezzék, hogy van-e máshol ingatlana, van-e üdülője, van-e több autója, stb. Ugye ez korábban egyfajta tabu témának számított, tehát előfordulhatott, hogy valaki kimutat nagyon alacsony egyfelé jutó jövedelmet, de egyébként mellette ilyen ingatlanokban, vagy nagyobb értékű eszközökben dúskált, úgymond. És tulajdonképpen nem lehetett megtagadni részére ezeknek a segélyeknek a kifizetését, mert az egyfelé jutó jövedelem megengedte. Most a törvénymódosítás behozta ezt a vagyonvizsgálati lehetőséget, ezt mi átvezettük a saját rendeletünkbe, tehát hogyha ez hatályba lép, ez valószínű, hogy szeptember 30-a lesz, onnantól kezdve a tatai polgármesteri hivatal dolgozói is vizsgálhatják ezekben az ügyekben a család vagyoni helyzetét. Következett a 2000 éves első fél év költségvetésének tárgyalása, illetve erről szóló tájékoztató. Az államháztartási törvény írja elő, hogy az első 1-6 hónapi gazdálkodásról
beszámolót kell készíteni a képviselőtestület elé. Ennek nincs olyan súlya, mint a tényleges, az évet lezáró úgynevezett zárszámadási rendeletnek, hiszen azt rendeleti formában kell elfogadni, és ez egy komoly jogszabállyá válik. Ez tulajdonképpen egy tájékoztató, de ennek is vannak következményei abban az esetben, hogyha esetleg a képviselőtestület ezt nem fogadja, nem veszi tudomásul, hiszen egy tudomásul vételről van szó. Alapvetően annyit érdemes elmondani erről, hogy pozitívan alakultak az önkormányzat pénzügyi mutatói, ezt a könyvvizsgálói vizsgálat elemzés is egyértelműen kimutatta. Nagyjából annyit jelent, hogy első 6 hónapban a költségvetésünk bevételi oldalát az időarányosnál kicsit jobb mértékben sikerült teljesíteni. 1.274.000.000 forintos bevételre számolhattunk. Nagyjából egy 5%-kal lépte túl az időarányos, tehát mondjuk 55%-os teljesítésnek tudható be. Ezzel szemben a kiadási oldalon 1.125.000.000 forint van, ez pedig az időarányoshoz képest egy kicsit mélyebb adat, azt jelenti, hogy részben a feladatainkat a második fél évben fogjuk, ha nem is végrehajtani, de kifizetni, itt elválik egymástól a tényleges műszaki tartalom és annak a pénzügyi realizálása. Részben pedig bizony azt jelenti, hogy sikerült sok esetben olcsóbb megoldást találni a bizonyos feladatok elvégzésére, mint azt eredetileg a költségvetés tervezésekor elképzeltük és ennek megfelelően beállítottuk. Jól alakultak az önkormányzat saját bevételei is, hiszen alapvetően a legnagyobb részt jelentő állami támogatások azok teljesen ütemszerűen érkeznek, azokban nincs vita, hogy mikor jön havonta a meghatározott összegben, tehát itt mindig az 50% az 1-2 tizeddel megvalósul. És a helyi adóinknál van ez a jelentős eltérés, hogy szeptember 15-e az a határidő, amikor nagyon jelentős összegek érkeznek be. Tehát a június 30-ai forduló napon még bizony elmaradás mutatható az 50%-os teljesítéshez képest, ami elvárható lenne. Emiatt különösen jelentős az, hogy mégis összességében időarányosan túlja a teljesítés, ez a saját bevételeinket, a vagyonhasznosításból származó bevételeket és a pályázatok útján szerzett pénzeket, ezeknek a nagyságrendjét dicséri, úgymond. Fontos információ az is, hogy nem az a konkrét pénzkészlete az önkormányzatnak, amely a bevételi és a kiadási oldal különbözete. Ugye ez nagyon egyszerű, hiszen a bevételi kiadási oldal különbözete csak egy számvételileg megfogalmazható különbség. Ténylegesen az a pénzkészlet, amely rendelkezésre áll, az pedig összességében 185 millió forint volt június 30-án, ebből 151 millió forint a polgármesteri hivatal kezelésében, a többi pedig az intézményeknél, a kórháznál, az általános iskoláknál, óvodáknál, illetve a kistérségi társulásnál. Azért fontos ez a számadat, mert én jó magam 10 esztendeje vagyok az önkormányzat környékén is, sőt 11, mert előtte miért képviselő lettem, mint főállású hivatali dolgozó is, a pénzügyekkel foglalkoztam. A fél év az mindig, tehát a júniusi-júliusi időszak az mindig elég nehéz volt, mert nálam nagyon kevés bevétel realizálódik, nincsenek azok a folyamatok, amelyeket az intézmények működése mint bevételi tényező jelentenek. Tulajdonképpen csak az a bevétel, amikor valamilyen vagyon ügyletet sikerül végrehajtani, akár egy értékesítést, akár egy más módú hasznosítást. És emiatt viszont a számlák, amelyek az önkormányzat kifizetését igénylik, azok jönnek folyamatosan, ott nincs nyári szünet. Emiatt korábban rendszeresen az volt a helyzet, hogy nyár közepén nagyon el volt adósodva az önkormányzat, tehát sok ki nem fizetett számlája volt, amelyeket nagyon nehéz volt aztán utólag szép lassan törleszteni, vagy folyamatosan tárgyalgatni a vevőkkel, illetve a szállítókkal, hogy türelmesek legyenek a kifizetéseket, illetően nehogy eljárást indítsanak esetleg az önkormányzat ellen. Egy konkrét adat, hogy tavaly ilyenkor augusztusban 117 millió forint ilyen ki nem fizetett számlával rendelkezett az önkormányzatunk. Ezt több alkalommal elmondtam, ezek közül nagyon sok 30 napon túli tartozás volt, tehát ezek már nagyon veszélyesek. Most azt pozitívumként el lehet mondani, hogy egyetlen fillér ilyen adóssága az önkormányzatnak nem volt június 30-án, mai napig sincs egyébként, viszont jelentős pénztartalékokkal rendelkezünk, amelyeket a számviteli beszámoló is megmutatott. Ennek ellenére sajnos azt kell mondanom, hogy a képviselőtestület nem fogadta el ezt a gazdálkodásról szóló beszámolót. 9 képviselőtársam elfogadta, és 9 pedig tartózkodott. Hát elvileg abban a helyzetben vagyunk, hogy valószínűleg meg kell ismételni ennek a előterjesztésnek a tárgyalását, mert bizony okozhat hátrányokat a későbbiekben. Bizonyos pályázatok elbírálásához szükséges az, hogy a félémes beszámolóról szóló határozat az rendelkezésre álljon, és ameddig ez nincs, addig kizárja Tatai önkormányzatot ezekből a pályázati lehetőségekből. Első olvasatban tárgyalták Városunk Lakás koncepcióját. Igen, a kormány határozata és a Gazdasági Minisztérium pályázatai alapján
A helyi önkormányzatoknak lehetőségük van nagyon komoly, vissza nem térítendő állami támogatásokat kapni bérlakásépítési programjuk végrehajtására. Ennek feltétele az, hogy rendelkezzenek a helyi önkormányzatok ezzel az úgynevezett lakáskoncepcióval, amely meghatározza onnantól kezdve, hogy hol lehetne ezeket a lakásokat építeni, darabszámot, nagyságrendet, komfortfokozatot és minden egyéb mást. Ilyen eddig tatán nem volt, és most a polgármesteri hivatal a nyár folyamán ennek az alapjait úgymond lerakta, hiszen egy első olvasatos előterjesztés készült. Ehhez az anyaghoz a következő tárgyalásig, amely vagy az októberi, vagy a novemberi testületi ülésen lesz várható, eddig várjuk minden tatainak is a véleményét. Alapvetően arra vonatkozva, hogy hol lehetne ezeket a lakásokat megépíteni, hiszen a legnagyobb vitát ez váltja ki, hogy ezeket a szociális, vagy nem szociális, hanem rendes piaci bérű bérlakásokat hová építsük. Tudni kell, hogy nagyon kevés szabad területe van az önkormányzatnak, ami közművekkel ellátott és lakásépítés céljára kijelölt, tehát nagyon kevés a helyünk, de ötleteket szívesen várunk, mert soha nem lehet tudni, hogy valaki olyan ötlettel elő, amire esetleg korábban a hivatal nem is gondolt, úgyhogy ezt kérném nem csak képviselőtársaimtól, hanem valamennyi tataitól. Egy fejlesztési terv elfogadása következett, mégpedig Tataváros közoktatási intézményei feladatellátási és működési fejlesztési terve. Ezt az előterjesztést is magasabb jogszabály követelte ki, úgymond, tehát ezt el kellett készíteni. Ez egy olyan 6 esztendőre szóló intézmény fenntartási, fejlesztési és működtetési terv, amely nagyon részletesen szabályozza azt, hogy figyelembe véve még a várható gyereklétszám alakulást is, hogyan alakul a városban az óvodák, általános iskolák helyzete. Talán két olyan dolog lenne, amelyet érdemes lenne megemlíteni, ami ebbe a hosszú távú tervbe belefért és egyfajta iránymutatást jelöl. Két olyan lehetőséget vett fel az anyag, amely esetlegesen a maihoz képest változást jelenthet. Hiszen tudjuk, hogy 95-ben volt egy nagyon komoly beavatkozás az intézmény struktúrába. Akkor volt bölcsőrebezárás, óvodabezárás, a megyei önkormányzatnak iskolák átadása. Nagyon nehéz és súlyos döntések voltak. Azóta hál' Istennek ilyenre nem került sor. És ugye a következő, ez az úgynevezett 6 éves terv is csak két aprósággal számol. Az egyik az esetlegesen a Fazekas utcai általános iskola és a zeneiskola valamikor a jövőben történő tehát a működtetésben történő összevonása. Nem fizikálisan értem, hanem csak a működtetést illetően. Valamint az Ötvös gimnázium sorsa, amelyet 95 óta a megyei önkormányzat, illetve 96 óta a megyei önkormányzat tart fenn. Korábban a tatai önkormányzat volt a fenntartója. Tudni kell, hogy nagyon komoly anyagi áldozatokat kíván, hiszen az államtól kapott normatíva az nem fedezi, közel sem fedezi teljes mértékben az iskola kiadási igényeit, kiadási költségeit. Ezért aztán ez az anyag olyan elképzelést tartalmaz, hogy esetleg a 6 éves cikluson belül valamikor egy olyan megállapodást lehetne kötni a megyei önkormányzattal, hogy közös fenntartásban. Tehát tulajdonképpen ezeket a plusz terheket, amelyeket a gimnázium működtetése jelent, ezeket nem hárítanánk át egy az egyben a megyei önkormányzatra, hanem valamilyen módon próbálnánk mi is magunkra vállalni, hiszen ez az iskola mégiscsak Tatán van, és ez a Tatai Ötvös József gimnázium, ez nem letagadható tény. Azt gondolom, hogy a tatajaknak büszkének kell lennünk arra, hogy ez a gimnázium itt működik, és emiatt anyagi áldozatokra is szerintem szükség lesz. A képviselőtestület ezt követően áttekintette a tatai KARSZ források visszatéréséből adódó beruházási feladatokat. Ingatlan ügyek következtek. Én az ingatlan ügyek közül egyet emelnék ki, amely tulajdonképpen a legnagyobb vitát kavart, ez pedig az építők parkja körüli telkek kialakítása, illetve üzlethelyiségek kialakítása volt. Igen, a meglévő úgynevezett üzletsor, amelyet nagyon-nagyon régóta ott látunk és használhatunk, hiszen ott mindenféle finomságot lehet kapni. Ott már korábban volt egy olyan határozat, hogy át kell építeni a tulajdonosaiknak azokat a ma még nagyon különböző színes képet mutató bódékat sok esetben. És ha belegondolunk, hogy a sarkon lévő étterem átépítése után milyen szép városkép alakulhatott volna ki, az lenne az elképzelés, hogy egészen a tópartig ez az átépítés megvalósuljon. Ennek folyamán derült az ki korábban, hogy az egyik telek, ugyanis a telkek az önkormányzat tulajdonában voltak, a felépítmények pedig a magánszemélyeké voltak. Ugye ennek a rendezése indult be néhány esztendővel ezelőtt, és kiderült, hogy az egyik telek az annyira pici, annyira keskeny, hogy arra azokat a építményeket, amelyeket egyébként korábban megterveztek már, nem lehet elhelyezni, mert olyan kicsi, hogy a beépítési százalékot nem teszi lehetővé, hogy megvalósuljon. Holott korábban erre az önkormányzat már ígéretet tett az ott tulajdonosnak. Emiatt úgy érzem teljes joggal egyfajta, tehát a pert
bírósági pert helyezte kilátásba, mert komoly anyagi hátrányba került emiatt az illető tulajdonos. Még tavasszal azt a megállapodást gondoltuk ki közösen, hogy esetleg elcserélnénk azt a telket, és egy az építményhez szükséges nagyobb telket kaphatna a tulajdonos. Nem ugyanabban a sorban, hanem a közben elkészült rendelési terv alapján az erre merőlegesen kialakítandó új sorban. Ugye ennek megvolt a úgymond társadalmi vitája, tehát közzé volt téve, hogy milyen rendelési terv módosítást gondol az önkormányzat. Ezeket a fórumokat elkészítettük, lebonyolítottuk, és a képviselőtestület elfogadta még tavasz folyamán ezt a rendelési tervet, amely szerint 4 telek alakítható ki a mostani üzletsorral merőlegesen helyezkedő úton. És az volt a megállapodás lényege, hogy abból a 4 telekből egyet elcserélünk az eredeti telekre, amely egy kicsit nagyobb, tehát oda már a beépítését el tudja végezni, és az önkormányzat azt a telket, ami ilyen módon megmarad neki, az fel tudta kínálni az üzletsoron a szomszédos telek tulajdonosának, aki örömmel fogadta, tehát az információm szerint ő azt tudná hasznosítani és a saját telkével összecsatolni. Hát így mindenki azt gondolom, hogy jól járhatna, senki nem járna rosszul. Nézőink tudják, hogy a élő közvetítése közben van az a lehetőség, hogy betelefonáljanak napirendi ponttal kapcsolatos kérdést tegyenek fel. E napirendi ponttal kapcsolatosan érkezett az a nézői felvetés, hogy miért nyit az önkormányzat egy újabb üzletsort akkor, amikor az ott tevékenykedőknek is éppen elég megküzdeni a vásárlók kegyeiért, magyarán több a fóka, vagy több a vadász, mint a fóka. Miért nem dönt úgy inkább a képviselőtestület, hogy ha már belekényszerítette az ott árulókat abba, hogy egy új üzletsort hozzanak, illetve mert át kell építeni, akkor legalább védjék őket. Én ezt nem kényszernek érzem, szó sincs arról, hogy kényszer, hiszen a földterület mindig az önkormányzaté volt. Tehát a kényszer akkor lett volna véleményem szerint, ha azt mondta volna az önkormányzat, hogy enyém a föld, mától kezdve nem adom oda neked. És ha tiéd az a felépítmény, ami rajta áll, akkor azt légy szíves, vigyed valahová máshová, mert ezt a földet én tovább nem adom oda. Ezzel szemben mondta ezt az önkormányzat, hogy rendben van, egyezünk meg, odaadom neked a földet is, de cserébe ne ezeket a bódékat tartsad fenn itt, mert ezek nem szépek, hanem építsd át, és legyen egy normális szép beépítés. Azt gondolom, hogy ez teljesen normális, jogos igény. Nem csak rájuk nézve, akik ott üzletet üzemeltetnek, hanem valamennyi tatai, sőt az ide látogató más városból, külföldiek részére is. Azért került sor arra az új sor nyitására, mert igény volt rá. Tehát nagyon sokan jelentkeztek, érdeklődtek, szerettek volna az építő parkjában telekhez jutni, és nem volt rá lehetőség, mert nem volt rendelési terv. Ez egy egyszerű műszaki feladat volt, a rendelési tervet előkészíteni. Ahogy említettem, ennek meg volt a társadalmi vitája, mindenkinek módja lett volna, lehetősége lett volna. És voltak is vélemények, hozzászólások, javaslatok, ezeket a tervezők figyelembe vették, és a képviselőtestület jóvá hagyta. Módosították a Mini Maraton közalapítvány alapítókiratát, mi indokolta? Köszönöm szépen, 18. Szerettük volna, hogyha a kuratórium tagjai közé bekerül a versenyt egykor elindító szervezet, a Sprint Futó Klub, illetve akkor még Sprint Futó Kör valamely vezetőségi tagja is. Ezt egy két oldalú megbeszéléseken alakult ki ez a véleményünk, és abban maradtunk, hogyha számukra elfogadható az ajánlat, akkor ők, mármint a Sprint Futó Klub adja meg azt a nevet, hogy saját vezetőségi tagjai közül két látna szívesen. Ez így is történt, a képviselőtestület jóvá hagyta, tehát október 1-től 10 fővel fog működni a Tatai Mini Maraton közalapítvány kuratóriuma. Pályázatok benyújtásáról döntöttek, valamennyi pályázat a Faszakas út 62 számatti műemléképület kutatására, illetve tervezésére vonatkozott ez a úgynevezett kőfaragóház. Bizony, tavaly megvásárolt az önkormányzat több mint 8 millió forintért ezt a eléggé tönkrement műszaki állapotú ingatlant, és bizony nem szeretnénk, ha ez tovább romolna, nem szeretnénk, hogyha az állaga tovább romlana, ezért mindenféle pályázati lehetőséget meg kívánunk ragadni. És egyelőre még ott tartunk, hogy egy kutatási feladat elvégzés áll előttünk, amelyben szakemberek azt néznek át, hogy hol vannak a problémák az épülettel, mik a legsürgősebb avatkozási pontok, és mit lehetne az épülettel a későbbiekben kezdeni. De hát, mint tudjuk, a kutatás is nagyon sok pénzbe kerül, és ezekhez is lehet a pályázatok útján néhány százezer forintot hozzájutni, ezeket szeretnénk most megragadni. Döntött arról is a képviselőtestület, hogy a megyei önkormányzat hivatásos tűzoltóságát pénzadománnyal támogatja. Ennek a pénzadománynak a felhasználási célja pedig egy nagy teljesítményű szivattyú megvásárlása lesz, hogy döntött a képviselőtestület, ami majd ne adj Isten bekövetkező nagy felhőszakadás után tud segítséget nyújtani a városnak.
Utána pedig a Magyar Máltai Szeretett Tatai csoportjának anyagi támogatásáról döntöttek. Igen, a Szeretett Szolgálat Tatai csoportja egyébként is részesül rendszeresen az önkormányzat részéről támogatásban, ezt a költségvetési rendeletünk biztosítja részére, de ez működési jellegű támogatás. Itt pedig egy olyan kérelemről volt szó, ami beruházási, felújítási, kiadásra, finanszírozásra szolgálna. Jelesül a Vasút utca 60 alatti ingatlanban egy konyhának megfelelő berendezési tárgyak vásárlására, amelyre nem volt meg teljes körűen az anyagi eszközük, ezért kérték az önkormányzatot, hogy segítsen, és itt egy 500 000 forintos támogatásról van szó. A Máltaiért nagyon sok feladatot levesznek az önkormányzat válláról, ami az önkormányzatnak lenne alapvető, kötelezően ellátandó feladata. Tehát azt gondolom, hogy indokolt. Valószínű, hogyha nekünk kellene ezeket a feladatokat átvállalni, akkor nem tudnánk ennyi pénzből megoldani, mint amennyiért a Máltai Szeretett Szolgáltatói csoportja ezt elvégzi, úgyhogy ezért a pénz mellett köszönet is jár nekik. Tájékoztatót hallgattak meg ezután a városatyák Gyuszi László könyvtárigazgatótól a Móricz Zsigmond városi könyvtár munkájáról. Igen, ez két oldalról értékelhető ez a tájékoztató, mert részben nagyon pozitív dolgokat olvashattunk benne, amely ténylegesen a könyvtár működését jelzi. Részben viszont az igazgató felsorolta azokat a feladatokat, amelyek a könyvtár előtt, illetve az önkormányzat előtt is állnak, abból a szempontból, hogy a finanszírozási részét meg kéne találni. Nagyon régóta húzódó probléma, hogy elképesztően kicsi helyen dolgozik a könyvtár. A tárolási, raktározási gondokról nem is beszélve, tehát áldatlan állapotok uralkodnak. Valószínű, hogy csak az ott dolgozóknak a magas szintű munkája tudja azt a problémát, amelyet a nagyon kicsi hely és a tárolókapacitások nem létező volt a ellensúlyozni. Régóta dédelgetett álma a művelődési háznak is az, hogy az épületet kicsit átépíteni, rekonstrukcióra venni. És igazából a két dolog itt összefügghet, mert hogyha sikerülne egy olyan címzett támogatásra pályázatot benyújtanunk a központi költségvetéshez, ami az épület bővítését, átalakítását érintené, akkor részben a műfázis egy komolyabb lehetőséghez jutna, részben pedig a könyvtár területét tudnánk bővíteni. Tehát elvileg én ezt látom a legnagyobb valószínűségnek. Felmerült annak a lehetőség, hogy a könyvtárt egy önálló épületbe költöztetni, amelynek az alapterülete nagyobb, mint a mostani könyvtár rendelkezésre álló rész, és akkor a műfáznak megnyílna a mostani könyvtár helye, akkor neki a problémája részben megoldódna, és a könyvtárnak lenne egy teljesen független működési rendje, amit a műfázon kívül tudna saját maga kiépíteni és megvalósítani. Ennek már egyetlen akadály van, hogy ilyen ingatlant elég nehéz ma Tatán fellelni, vagy ha van is, amely esetleg alkalmas lenne, akkor azt elképesztő összegbe kerülne felújítani és a könyvtár célra átlakítani. Tehát visszatérve maradna az a feladat, amely a címzett támogatás előkészítését érinti. Persze nem csak ilyen jellegű gondja van a könyvtárnak, hanem bizony létszám gondjai is, mert megnövekedett feladatokat lát el, és a létszáma az évek óta változatlan, sőt a nyugdíjazások miatt még csökkenések vannak a könyvtárban, és azokat a dolgozókat természetesen ilyen módon pótolni kell. Valamint a könyvtár felvállalt korábban egy olyan feladatot, hogy a számítógépes rendszerek bővülésével, hogy az internethez való hozzájutás lehetőségének, hát úgymond nem mindenki tud eleget tenni, nem mindenki tud hozzáférni, és a könyvtár felvállalta azt, hogy ott bárki bármikor ezt a mai világban már szinte elkerülhetetlen, vagy nem nélkülözhető eszközt, forrást igénybe vegye. Viszont ez folyamatosan felújításra, fejlesztésre szorul. Tudjuk, hogy a számítástechnika milyen iszonyatos ütemben fejlődik. Szintén anyagi gondjai vannak a könyvtárnak, hiszen ezt a saját költségvetéséből nem tudja finanszírozni. Tehát erre szintén kérte az önkormányzat esetleges támogatását, hogy ezt az informatikai elképzelését meg tudja valósítani. Hát igazából ez a három fő probléma mondható. Mindhárom úgy tűnik, hogy elég komoly anyagi áldozatokat vállal. Rövid távon biztos, hogy csak pici lépéseket lehet tenni, de a célokat a képviselőtestület jóváltó tudomásul vette, tehát azt gondolom, hogy támogatandóak. Két tájékoztató következett, ezt követően Tataváros készülő energiastratégiai tervéről, illetve a városunk díszkivilágításának helyzetéről. Egy törvényeségi észrevétel a képviselőtestület egyik határozatával szemben, majd a Városi Szociális Alapellátó Intézmény vezetői munkakörének beérkezett pályázatok elbírálása. A korábbi intézményvezetőnk Tatabányán elnyert egy állást. Ennek a következtében volt szüksége pályázatot kiírnunk a Szociális Alapellátó Intézmény vezetői állására. Erre három pályázat érkezett a határidőig, és végül is a három pályázó közül Lovász Ágnes kolléganőnek a pályázatát fogadtuk el, tehát
október 1-től ő lesz a városban a szociális ügyekért felelős vezető. A két ülés közötti események tárgyalása nem nélkülözte az indulatoktól fűtött személyeskedő hozzászólásokat sem. Többen megfogalmazták, mindezek azt igazolják, hogy reformra szorul a tatai önkormányzat struktúrája, a működés zavartalansága és európaisága érdekében minél hamarabb. A képviselőtestület vélhetően szeptember 27-én ül össze, akkor is élőben láthatják a tatai televízió csatornáján. A nagy sikerre való tekintettel idén is lesz idősek hete. Erről tájékoztatta a sajtó csütörtökön délelőtt a polgármesteri hivatalban az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság elnöke. Ez az egy hét, ez 4 napot jelent ebben a rendezvénysorozatban. Az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság a tavalyi megrendezett idősek hetéhez kapcsolódóan úgy döntött, hogy minden évben ezt a rendezvényt megszervezi és megtartja. Kapcsolódtak azok a szervezetek hozzánk valóban, mint a Vöröskereszt Tatai Szervezete, a Máltai Szervezet Tatai Csoportja, a Családsegítő Központunk és a Bizottság. Bár apró betűvel van a szórólapukon, de mégis nagyon fontos információ, hogy azok is eljuthatnak ezekre a programokra, akik mozgásukban korlátozottak. Igen, kaptunk ilyen kritikai észrevételt a városlakóktól, inkább azoktól a személyektől, akik valóban ezen a rendezvényeken tavaly nem tudtak részt venni, mozgásukban korlátozók, vagy olyan mozgásszerű betegségben szenvedtek, hogy nem tudtak eljönni azokra a területi helyszínekre, ahol ezek a rendezvények bonyolódtak, és azért gondolta a bizottság, hogy most megszervezi valóban azokkal a támogatóinknak a segítségével a helyre szállítását és a helyről visszaszállítását az otthonában. Bejelentkezés alapján mindenkinek garantáljuk, hogy a helyszínre lesz szállítva, és a helyszínről pedig haza lesz szállítva. Mi ezzel azt szeretnénk elérni valóban, hogy mindenki, aki a rendezvényhez kapcsolódni szeretne, részt szeretne ezen a rendezvényen venni, az ott legyen közöttünk, együtt töltsük el az időnket. Ahogy néztük a programot, itt a szórakoztató és a komoly orvosi előadások színesítik az idősek egy hetét. Az első naptól az utolsó napig felkért előadóink vannak. Az első napot ki kell emelni a Rasbur professzornak a részvételét, amely kimagaslik az előadói körben. Én úgy gondolom, az ő jelenléte az első napnak a biztosítéka arra, hogy egy olyan előadást hallgathatnak a résztvevők, amely érdeklődés középpontjában áll. Itt ki kell mindenképpen emelni azt a kapcsolatot, amely maga a bizottságnak a tagjai vagy a vezetője az egészségügyi dolgozókkal kapcsolatban van. Ez a felkérés, amikor elérkezett hozzájuk a szervezőken keresztül, azokon a személyeken, akiket megkeresték, valóban díj nélkül, tiszteletdíj nélkül felajánlották a segítségüket az előadások megtartására, és én ezt a jövőre olyan biztosítok érzem, hogy ez egy olyan garancia, hogy ezek az előadások valóban minden évben meg lesznek tartva. Az idősek hete részletes programját természetesen a Tatai Televízió képújságában olvashatják. A megnyitó tehát szeptember 19-én délután 3 órakor a Magyari Zoltán Művelődési Központban lesz, ahová a szervezők minden időskorút szeretettel várnak. És akkor kezdjük az ajánlót mi is az idősek hete programjaival. Tehát holnap, ahogy az önkormányzati hírekben már hallhatták, délután 15 órakor Hetény Tamás polgármester megnyitja a Magyari Zoltán Művelődési Központban az idősek hete programsorozatot. Lesz természetesen a holnapi napon ott a művelődési házban a gyógyszergyártó cégeknek kiállítása és bemutatója, tehát érdemes mindenképpen elmenni, illetve dr. Ransburg Jenő pszichológus az időskori lélektani problémákról beszél majd. Ugyanezen a napon, tehát holnap 17 órától dr. Ransburg Jenővel kötetlen beszélgetés formájában konkrét kérdéseket is tehetnek fel. Holnap 18 órától a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat szervezésében a Kapucinus templomban misével egybekötött előadás lesz. Az előadás címe Öregség, egyre fényesebbek a lámpák. Az előadó pedig Bíró László püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Kar család referense. A szerdai program nem különben színes,
Nyílt nap lesz az idősek klubjaiban 9:30-tól, Szüreti Bál a Kocsi utcában, és Petőházi Margit irodalmi műsora itt a Petőfi Sándor utcában, az idősek klubjában. 3 órától a helyőségi klubban nem csak a 20 éveseké a világ címmel, a városban élő nyugdíjas amatőr művészek műsorát láthatják majd. Ehhez kapcsolódik a szervezők felhívása is, amelyben arra kérik azokat, akik szeretnének részt venni szereplőként, nem csak a 20 éveseké a világ című műsorban, kulturális bemutatóban, hogy szeptember 20-áig a helyőségi klubba Lázár Ivett művelődés szervezőnél adják le a programot, illetve jelezzék azt, hogy szerepelni szeretnének. A következő műfajokban lehet színpadra állni: vers és prózamondás, zene, ez lehet zongora, harmonika, vagy bármilyen hangszeres zene, ének, és egyéb produkció, amivel az idősek rendszeresen meg szokták lepni, legalábbis nekünk az a tapasztalatunk, hogy a nyugdíjas klub színjátszói rendszeresen meglepik a nézőközönséget különböző egyéb produkcióval. Tehát még egyszer a jelentkezés szeptember 20-áig a helyőségi klubban Lázár Ivett művelődés szervezőnél. Ez még mindig a szerdai program tehát, és a helyőségi klubban, ezután a kulturális bemutató után még az életmód program is lesz, diabetikus ételbemutatót is tartanak, amire én azt hiszem, hogy nem csak a cukorbetegeknek van szükségük. A diabetikus étrend az tulajdonképpen egy nagyon kimélő diéta még azok számára is, akik nem küzdenek ezzel a betegséggel. Szeptember 21-én városnézéssel kezdődik majd az idősek hetének csütörtöki programja, amikor is a Dottó kisvonattal körbe mennek az útvonalon, illetve sétahajózásról is szó lehet az Öreg tavon. A Pán Európa Filmcentrum műsorára a Nosztalgia mozira is csütörtökön kerül majd sor délután 14:30-tól, és ebből az alkalomból a Pán Európa Filmcentrum a Rátóti Legények című magyar vígjátékot játsza, Eperjes Károllyal a főszerepben, és a kezdési időpont az 14:30. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat egészségügyi előadást tart majd ugyanezen a napon a Vasod utcai székházában a cukorbetegségről, ahol Budavári József orvos tájékoztatja majd az érdeklődőket, és az étkezési szokásokról is itt előadó Lakatos Péter doktor lesz. A helyőségi klubban ugyanezen a napon még egy előadás lesz, szintén az időskorúak gyakori problémájáról, bár ez már a sajnos fiatalkorban is jelentkezhet, de mindenképpen kezelésre szól és alhányrag jó karban tartható, de erről természetesen a szakember, dr. Mercs Genovéva többet tud majd mondani, 16 órakor a helyőségi klubban csütörtökön, amikor is az időskori kopásos jellegű ízületi betegségekről lesz szó. Lesz zenei ajándék időseknek a koncertózeneiskola bemutatója, illetve az öregkori betegségekről, vagy az öregkori daganatos betegségek megelőzésének lehetőségeiről az előbbi témában dr. Závoly Lajos főorvos, az utóbbiban pedig dr. Osváth Mária főorvos tart majd előadást. Nagymamának, nagypapának szeretettel ez lesz a záróprogram, 22-én 14:30-kor a Művelődési Házban, ahol a Tatai Művészeti Iskolák kedveskednek majd műsorral az idősek számára. Természetesen a felhívást is, amely nem csak a 20 évesek a világ című kulturális bemutatóra vonatkozik, illetve ezt a részletes programot, amelyet megpróbáltam tolmácsolni önöknek aránylag érthető formában, a Tatai Televízió képújságában megtalálhatják, illetve elolvashatják, és minden nap tájékozódhatnak arról, hogy hova érdemes elmenni. A most következő percekben pedig, ugye a Pán Európa Filmcentrumról is volt már szó, ebből a havi műsorból láthatnának bemutatót, hogyha nem lenne még annyi program, amellyel, hogyha nem mondom el, akkor most futunk ki az időből. Mindenképpen fontos, hogy ezeket a programokat önöknek tolmácsoljam. Kiállítások is lesznek a következő héten, mégpedig Különös gyökerek címmel a helyőségi klubban szeptember 22-én 17 órakor nyílik egy kiállítás, Kemény György képzőművész kiállítása. A Várban is lesz a hétvégén egy izgalmas kiállítás. Gottfried Prölz kiállítása, német festőművész kiállítása, ennek a megnyitója lesz vasárnap a Várban, az a szeptember 24-én 17 órakor, és Hetényi Tamás polgármester nyitja meg a kiállítást. A meghívót pedig a Városi Önkormányzat, illetve a Kunidomokos Múzeum küldte nekünk. Hétvégére még helyi örökségeink rendezvénysorozat keretében
kínálunk önöknek különböző programokat. A rendezvény szeptember 22-től 24-ig tart, és ismét azokba a nevezetes helyekre mehetnek önök szakvezető segítségével, ami egyébként elég nehézkes, vagy azokban a műemlékekben, amelyek egyébként nem tartanak nyitva. Például a víztoronyba is, az IDVRT Kálvária Domi víztoronyába, ahol Farkas Éva dr. Pálosné textiltervező kiállításának a megnyitója lesz 22-én pénteken 17 órakor, és a Szent Márton kamarakórus hangversenyét is itt a víztoronyban hallgathatják majd meg. Szombaton megismerkedhetnek 10 órától az Angol Park kiskastélyának nevezetességeivel, érdemes elmenni, mert gyönyörű szép a kiskastély, illetve szintén be lehet lépni a víztoronyba, valamint a geológiai múzeumban is 10 órától szakvezetést is kapnak az érdeklődők. 9:30-tól majd Mikovényi Sámuelre emlékeznek a volt katonai kollégium udvarán, ez még mindig a szombati program, és emléktúra is lesz, Mikovényi Sámuel emléktúra, amely az Általéről indul, és természetesen a Dunai szakaszig tart majd. Természetesen ennek a három napnak a rendezvény programját is, a rendezvények programját is részletesen a Tatai Televízió képújságában olvashatják majd. A most következő percekben pedig két percekben. A most következő adásrészben pedig két tematikus magazinunkat láthatják. Az egyik a Helyi Érték magazin, amelyben a Tatai Kunhidomokos Múzeum munkatársai voltak segítségünkre, és olyan tárgyakat kerestek a múzeumban, amelyek a millennium esztendejében tükrözik az elmúlt évszázadok nemzeti érzületét. Nevezetesen olyan tatán készült dísztárgyakról, használati tárgyakról van szó, amelyeken jelképeink közül, a magyarság jelképei közül valami megjelenik. Erről, hogy kerülhettek ezekre a tárgyakra, miért volt fontos az akkori embereknek az 1700-as, 1800-as években, hogy ezeket a jelképeket megjelenítsék, Kövesdi Monika művészettörténész és dr. Kemet Csilla és néprajzkutató beszél majd a Helyi Érték magazinban. Ezután rövid reklám után pedig a Caritas magazint láthatják, amelyben szeretnénk tisztelegni a Vörös Kereszt városi szervezetének önkéntesei előtt. A millennium tiszteletére a Néprajzi Múzeum a Magyarországi Múzeumok gyűjteményében őrzött nemzeti szimbólumokkal díszített tárgyakat számba veszi és katalógust készít róluk. A Tatai Kunhidomokos Múzeum gyűjteményéből a művészettörténész és a néprajzkutató munkájának révén több tárgyal ismerkedhetünk meg mi is. Magyarságunk jelképeit szívesen használták az iparosok díszítő elemként, különösen a nemzeti öntudat, a nemzeti önállóság erősödésének idején a 19. század közepétől. A Szent Koronát, a címert, sőt a betyáralakot is nemzeti jelképként kezelték az ipar és képzőművészek. A tárgyak többsége, melyeken ezek a jelképek láthatók, ajándéknak, dísztárgynak, illetve egy-egy jeles esemény alkalmából annak emlékére készültek. Nemzeti jelképekkel díszítették az iparos céhek mestermunkáit is. Voltak azonban hétköznapi használati tárgyak is, amelyen a megjelenő jelképek vagy a megrendelő, vagy a készítő mester nemzeti öntudatáról árulkodnak. A Tatai Múzeum néprajzi gyűjteményében a legtöbb ilyen, például koronás címerrel díszített tárgy a céhes emlékek közül kerül ki. A tatai fazekasok céhének legimpozánsabb darabja az 1873-as céremek, egy nagy fazék formájú edény, amelyen gyönyörű szőlő leveles motívummal körülvett koronás címert láthatunk a datáló évszámmal együtt. Ez a motívum egyébként már korábban is ismert a tatai fazekasok között, mert 1865-ben készült el az a cékorsójuk, ami szintén a múzeum gyűjteményében látható, ugyanúgy a szőlőleveles minta öleli körbe a koronás címert, és ugyanúgy szerepel rajta a készítés évszáma. Ez az edény hosszú versikét is rögzített, és jó kívánságokkal a fazekas C egyik elöljárójának a nevét is megőrizte, mégpedig Károlyi Sándorét, aki 1865-ben készítette ezt a korsót. Az érdekessége a tárgynak az, hogy minden bizonnyal volt korábban is C-korsója a tatai fazekasoknak, hiszen maga a C már 1722-től aktívan működött, és ez elképzelhetetlen egy ilyen fontos
attribútum egy olyan fontos emléktárgy nélkül, mint a C-korsó, ami a rendezvények legfontosabb kiegészítő eleme volt. Az 1865-ös második feltételezésünk szerint második korsó valószínűleg azért egy pótlására az eredetinek készülhetett, és érdekességét az adja, hogy ez a Károlyi Sándor nevű mester, ez csak 2 évvel korábban került be a C kötelékébe, akkor vették föl, ezt megőrizték a korabeli C iratok. Éppen egy friss mesterként próbált valószínűleg helyezkedni, és mint egy igazolni, hogy ki érdemelte a Tatai Fazekas C-ben a mesteri titulust, illetve valószínű, hogy a saját pozícióját is erősítette azzal, hogy egy ilyen szép mázas edényt készített a C részére, hiszen ez egy világos, mázas, kék és zöld színekkel, a 19. század közepétől jellegzetes tatai színekkel díszített edényről van szó. A Fazekas mester korsóra rajzolt jókívánsága pedig eképpen szól. Ez a korsó készült az érdemes Fazekas C-nek 1865. évében. Készítette Károlyi Sándor, aki iszik belőle, váljon egészségére. Vivát, éljünk, éljünk, vigadjunk, ne szomorkodjunk, ne legyen az öröm és a jó bor drága. Jön a szület nem sokára, béke ilyen köztünk mindig. A legszélesebb körben elterjedt motívum a néprajzi tárgyakon az ország címer volt. A készítő iparosok épp úgy kezelték, mint bármely díszítő elemet. Ábrázolása helyenként teljesen eltért a címertan szigorú szabályaitól. Legszélesebben a koronás címerrel ékesítették a tárgyakat. Szintén kerámia tárgy a múzeum gyűjteményében őrzött Hartai nagy korsó, amely zöld, színű zöld mázas edény, amelyen dombordíszes mintát látunk, és így ott is feltűnik a címer ábrázolás a díszítésben. Ez egyébként a zöld ommázas edények jellegzetes díszítése volt. A kerámia edények között találunk még nagy tálat is, amely azonban már nem ünnepi alkalomra készült, bár valószínűleg dísztárgy volt, de egy kicsit már közelít a hétköznapi használati tárgyak csoportjához. Az évszáma ennek a tárgynak 1896, tehát a millennium időszakához köthető, és ezzel gyakorlatilag ezt az időskálát szinte végig kísértük, ami a népművészet kivirágzását eredményezte. A legkorábbi az 1865-ös C-korsó, 1873-ból van, mint említettem, a C-remek, majd pedig a század végén a millennium ünnepi lázában égő ország ünneplési közepette készült a nagy tál, egy barna mázas nagy tál, amelyen egy kicsit elnagyolt, nem annyira méves kidolgozású címer motívum a díszítő elem. Szintén megfigyelhető a tatai csizmadiák céremekeként készült kis csizmán az ország címer ábrázolása. Ez a tárgy 1868-ban készült, tehát még a céhek virágzásának idején. A céremekek közé számítottuk, mert a közhiedelemmel ellentétben a céremekek általában nem túl díszített tárgyak, vagy valamilyen rendkívüli tulajdonságú tárgyak, hanem vagy túl nagyméretűek, váratlanul nagyméretűek, mint például a fazekas céremek, vagy éppen a kicsinységükkel igazolják azt, hogy milyen nehéz volt elkészíteni, és milyen mesterségbeli tudás szükséges, mint például jelen esetben ez a kis csizma. Az, hogy a koronás címer jelenik meg ezeken a tárgyakon, és nem az úgynevezett Kossuth címer, vagy a korona nélküli címer változat, ez általánosan jellemző a magyar néprajzi tárgyakra. Nagyon kevés az olyan tárgy, amin korona nélkül ábrázolják a címert. Pedig a hazafiú öntudat, vagy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eszmeköre ezt indokolná valószínűleg. A köztársasági, a Kossuthi hangulatot ez erősítené. Ezzel szemben a korona szerves része marad a címernek, és ami mindenképpen igazolja azt, hogy itt a magyar koronáról, mint nemzeti attribútumról és szimbólumról van szó, az az, hogy mindig megfigyelhető, hogy dőlt a kereszt, ami az ábrázoláson, tehát ez egy hangsúlyos eltérés az egyébként a Habsburg címerben is szereplő keresztábrázolástól. A tatai Majolika gyárban készült ez a finom megmunkálású értékes dísztárgy. A hűvös, de rendkívül elegáns márvány utánzása, a füzérdíszek mind a klasszicizáló késő barokk koráról árulkodnak. A cof stílusú tárgy, a stílus a füzérforma díszítésről kapta a nevét, tehát tatán készült 1796-ban. Valószínűleg Radél János kezemunkája, aki a Majolika gyár leghíresebb festője volt. Az alkalom, amelynek emlékére készítették, József Nádor tatai látogatása. A tárgy homlokzatán található emléktábla felirata szerint József főhercegnek, Magyarország helytartójának
és Nádorának tatai látogatása alkalmából készült a tatai gyárban ez a tárgy 1796. május 27-én. Hogy nem akármilyen vendéget tiszteltek meg ezzel a tárgyal, arra utal az is, hogy elhelyezték rajta a magyar címer és a Szent Korona ábrázolásait is. József Antal János főherceg II. Lipót fia volt, 1795-ben választották Magyarország helytartójává, 1796-ban pedig, tehát a látogatás évében Magyarország nádorává, amely a király után következő legmagasabb közméltóság volt. A korona és a címer ábrázolását József Nádor személyének társadalmi rangja indokolja, másrészt pedig az ő közismerten magyar érzelmei, hiszen nádorságának hosszú ideje alatt mindvégig megpróbálta a bécsi kormánypolitikát és a magyar nemzeti érdekeket összeegyeztetni. Alcsúti birtokán mintagazdaságot rendezett be, mind a 7 gyermekét magyar szellemben nevelte fel, 3 ízben vezette a magyar nemesi felkelést a napóleoni háborúk alatt, és mint a Nádor huszárezrednek az ezred tulajdonosa és tábornoka, általában ennek a magyar huszárezrednek az egyenruháját is viselte. Ebben is temették el 1847-ben a budai várban lévő nádori kriptába. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy 1790-ben Bécsből végre visszahozták a koronát újra Budára. Ez a korona Budára érkezése, ez egy nagyszabású ünneplés volt, és ezzel kezdetét vette a magyar szónak, a magyar táncnak, a magyar viseletnek a divatja, lendületet adott a nyelvújítási mozgalomnak, a magyar irodalmi törekvéseknek, amelyek aztán a reformkorhoz vezettek. Tehát a nádor magyar érzelmei, a nádor magas méltósága mellett valószínűleg a korona iránti korabeli érdeklődés is indokolja azt, hogy a magasrangú vendéglátogatása alkalmával egy ilyen díszes és reprezentatív tárgyat készített a tatai gyár. A reprezentatív megjelenésű tárgy nem pusztán egy emlék, egy szobrászati vagy festészeti alkotás, hanem valamilyen funkciót is rejt magában. Ma már hiányoznak azok a kis oldalsó fiókok, amelyek ezt a funkciót betölthették, és hiányzik róla még 2 további apró elem. Az előső sarkoknál elhelyezett posztamensek egy-egy kis lyukat tartalmaznak. Én arra gondolok, hogy ez a tárgy is valószínűleg tintatartó lehetett. Elől helyezték el a használat közben a tolszárakat, és a fiókokba pedig a további szükséges kellékeket. A 19. század második felében a Fischer-féle kőedénygyárban készült a boroskancsó és a csutora is. Mindkettőn szöveg utal arra, hogy biztosan tatán készültek. A boroskancsó alján a totész bélyegző található, s látható a jel a csutorán is. Az írás az évszámot is tartalmazza. A festés ideje 1872. Mindkét edény boros edény, az egyik egy boros kancsó, amelyből a bort kínálják, a másik pedig egy kulacs, vagy még szebben csutora, amelyben a bort szállítják. Az edény típusok mellett, illetve a származásuk mellett még összeköti a 2 edényt az is, hogy ugyanaz a kéz festette. Mind a 2 tárgyon megtaláljuk a festőnek a jelzését monogramjával. FGI mester festette ezeket a tárgyakat. A boroskancsó tele van zsúfolva nemzeti jelképekkel, központi motívuma a magyar címer, amelyet hadi trófeák vesznek körül, fegyverek, ágyúcsövek, ágyúgolyók, illetve nemzeti színű zászlók. A címer fölött egy nemzeti színű szalag fut körbe az edényen, a szalag fölött pedig a Szent Korona ábrázolása látható. Az edény teljes felületét telefestette a mester, az ország címer 2 oldalán, 2 kisebb címer pajzsban tájképeket láthatunk. A bal oldalin a tatai vár ábrázolása, amely újra csak a hely meghatározását segíti elő. A jobb oldali pajzsban pedig egy dunaparti tájat látunk, a folyón egy gőzhajó halad, és a
tájkép előterében egy útjelző táblán találhatjuk meg az eligazító adatokat. A Tata és Dunaalmás közötti országúton járunk. Ez valószínűleg arra utal, hogy a birtok vagy szőlőskert gazdája esetleg egy ottani tulajdonos lehetett. A tulajdonos megjelöli egyébként két kis babérkoszorú is, P, illetve I monogramokat láthatunk a babérkoszorúkban. Az éjjel a haza felirat mellett, amely a már említett nemzeti jelképekhez kapcsolódna, további szövegeket is olvashatunk a boroskancsó felületén, amelyek tulajdonképpen bordalszövegek, közkeletű bordalidézetek lehetnek. Lám az ember egyszer él, Isten tudja, mit cserél, így áll tehát, vigadj és ne sírj. Továbbá, így áll, barátom, rövid az élet, örök a sír, ne nézd jövődet, élvezd a jelent, vigadj és ne sírj. Másik edényünk is ugyanilyen elrendezésű, vagyis színesen festett jelenetek és bordalszövegek dekorálják a csutora külső felületét is. A két oldalon két kerek képmezőt találunk, ahol noha nem nemzeti jelképet alkalmazott a festő, mégis olyan témához nyúlt, amely magyarság képünkben a mai napig is meghatározó és számottevő, és ez a puszta, illetve a betyár témája. Az egyik oldalon a lopott birka jelenete látható, egy pusztai háttér előtt felágaskodó lovon látjuk a betyárt, ölében a lopott birka, kezében pedig a fokosa, amivel a rátámadó pásztorkutyák ellen védekezik. A másik oldalon egy csárdai jelenet látható. A csárda asztalánál ül a betyár a maga szokásos viseletében, a bőújú ingében, ezüstgombos mellényében, térdére vetve a nemzeti színekkel hímzett cifraszűr. Az asztalon előtte a boros pohár és az árvalányhajas fövege. Az asztal másik felén pedig cigányzenészek muzsikálnak, ez a magyar vigadásának a kötelező kelléke. A csárda hátterében látható a pult, a korabeli kármentő, a palatábla, ami a fogyasztásnak a jelzését szolgálja. Ez a kompozíció teljes egészében megegyezik egy közismert Munkácsi képpel, amelyet Munkácsi Mihály 1865-ben festett. Valószínűleg a mester, FGI mesterünk Tatáról jól ismerte metszetek révén ezt a képet, és erről vette le a mintát. A kulacs testén körbe fordulnak a bordalszövegek, mégpedig rajta ürüljön-e pohár, még iszom a bú messze jár, valamint vigyáz az ember, egyszer él az évek elsóhajnak, mint a lehullott levél a sebes folyamban. A bordalokat végig cirádás betűkkel, de rossz helyes írással írták fel. Ez általános volt? Én úgy gondolom, hogy a korabeli helyesírás még nem is igen létezett, és egyáltalán nem volt követelmény, hogy meg hát számolnunk kell a német hatásokkal is. Tehát a magyar helyesírás ekkor még biztosan hadilábon állt, és nem létezett egységes helyesírás. Számolnunk kell azzal, hogy az ékezetek nem jó helyen vannak, az ellipszilon és a pontos jé, a központozás az szinte nem is létezik. A boroskancsó, a csutora díszítése az 1800-as évek utolsó harmadának ideológiájáról árulkodik. Magát, a betyár figurát a pesti polgárság körében óriási sikert arató színmű, az 1812-ben bemutatott angyalbandi betyár tette általánosan népszerűvé. A betyár a passzív ellenállás jelképévé vált. A szilajlovas betyár kötetlen életformája, a hatalommal való szembenállása a szabadság illúzióját keltette. Ezek a tárgyak a késői romantika nemzeti érzületének bizonyítékai. A gazdasági élet szereplői közül kiemelten nagy figyelmet fordít a Konzumbank a kis- és középvállalkozásokra. Kunertné Varga Verával, a Győri régió vezetőjével beszélgetünk.
A közelmúltban vezette be a bank a kontakt gyors hitelt, amely már nevében is hordozza a hitelkonstrukció lényegét. Igen, ez valóban egy új hitelkonstrukció, aminek az a lényege, hogy a bank, az ügyfele és a könyvelőiroda közös kapcsolatára épül. Azoknak a vállalkozóknak ajánljuk, akik valamely könyvelőirodával, PC alapú számviteli rendszerrel dolgoztatnak. A benyújtott adatok alapján a bank leminősíti a vállalkozást, és részére egy hitelkeretet biztosít. Ez a hitelkeret maximum 30 millió forint összegű, egy éves futamidejű folyószámlahitel, amihez a hitelgarancia RT kezességvállalása is kapcsolódik. A kontakt gyors hitel tehát nem szokványos konstrukció a hitelpiacon? Nem, valóban nem. Miután ezzel a hitelkonstrukcióval előre tudunk egy biztonságot nyújtó hitelkeretet felajánlani az ügyfelünknek, és ezután ő szabadon döntheti el, hogy mikor, milyen mértékben veszi igénybe ezt a hitelkeretet. Azok a vállalkozások is hozzájuthatnak a Konzumbank kontakt gyors hiteléhez, amelyek saját maguk számára könyvelnek? Természetesen nekik is rendelkezésükre állunk, azonban ezekben az esetekben a könyvelési adatokat audithoz költjük. Ez alól is kivételt képeznek azok a vállalkozások, amik a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, az IPOSZ vagy a KISOSZ közvetítésével jutnak el a Konzumbankhoz. Milyen tapasztalataik vannak a hitel lehetőség bevezetése óta? Az érdeklődés nagy, ami köszönhető a kedvező feltételeknek, a felhasználhatóság szabad mozgás terének. Reméljük, hogy a hitelpiacon újdonságként ható kontakt gyors hitellel minél több vállalkozás sikeréhez, eredményességéhez járulhat hozzá a Konzumbank. Segíts, hogy segíthessünk! A Magyar Vöröskereszt jelmondata természetesen a Tatai csoport sajátja is. Évtizedek óta dolgoznak önkénteseik a városban. Szervezik, hogy mi segíthessünk, szervezik, hogy a rászorulók igénybe vehessék a segítséget. A Tatai csoportban dolgozók az egyetlen szervezést irányító főállású titkár kivételével valamennyien önkéntesek. Szabad idejükben szervezik a véradást, a ruha és élelemgyűjtést, osztást, a rászoruló kisiskolások reggeliztetését, és szabad idejükben teljesítenek szolgálatot a különböző rendezvényeken felkészült elsősegélynyújtókként. Gócán Mária főorvosasszony közel 30 éve elnöke a Tatai szervezetnek. Én azt hiszem, hogy ez egy olyan kihívás, aki ismeri a Vöröskeresztnek a eszméit, hogy ez egy olyan szép feladat, amit megér vállalni az embernek azért, hogy az embereken segítsen, és hát olyan dolgokat tegyen közzé politikamentesen, ami ez fontos, szerintem nagyon fontos, és én azért is érzem fontosnak a Vöröskeresztnek az alapelveit, mert én úgy érzem, hogy abban politikai mentesség van, és egyetemesség van, és minden emberre vonatkozik. A szeretet, az együttérzés, az egymáson való segíteni akarás, az ismereteknek a terjesztése, ez nagyon fontos. Meddig terjednek a Vöröskereszt, a Tatai csoport lehetőségei? Miben tud segíteni? Hát nagyon sokban tudunk, azt hiszem, de nem, mégsem mindenben, amiben kellene. Tehát egyrészt kezdeném a fiatalokkal, az egészségnevelés kérdése, amit tanfolyamokon, tehát az egészségnevelés, elsősegélynyújtás ismereteinek a terjesztése, a Vöröskereszt eszméinek a megismertetése. Én azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy később tagok legyenek és segítsék, nem csak a tagság, hanem a segítség, hogy valaki érezze azt, hogy a másik embernek segíteni kell. Aztán a véradás nagyon fontos, ezt
mondjuk saját magam is megtapasztaltam, mert nagyon kiskoromban kaptam vért, sajnos azóta sem tudok én adni, de nagyon-nagyon tisztelem azokat az embereket, akik ezt életcélul tűzték ki, és rendszeresen adnak vért. És a szociális segítő munka az megint nagyon-nagyon fontos. Ez nagyon sokrétű, a szociális segítő munka, borzasztóan sok minden belefér. Mit jelent a gyakorlatban tulajdonképpen a Vörös Keresztnek? Hát a gyakorlatban szintén nagyon sokféle, mert egyrészt ugye a szegényeknek a segítése, tehát olyan dolgokkal Vörös Kereszt egyrészt hozzájut adományokhoz, amit ingyen vagy nagyon olcsón tud a rászoltak részére biztosítani, másrészt pedig hát itt van a téli, a szegényeknek, a hajléktalanoknak a téli segítése, azután itt van a karácsonyi szeretetakció, egyrészt a gyerekek részére, másrészt pedig a családok részére. Tudom, hogy az nagyon-nagyon kevés, ami ilyen alkalommal eljut egy-egy családhoz, de azoknak a családoknak nagyon sokat jelent. Miből tud adni a Vörös Kereszt? Hát az, amit az államtól kap, az egy nagyon kevés támogatás. Itt egyrészt a gyűjtésekből, másrészt pedig a szponzoroknak a segítségéből. Nagyon szerencsésnek tartom, hogy úgy alakult a Tatai Vörös Keresztnek a munkája, hogy nagyon sok szponzorunk van, akik segítik a munkánkat. Nagyon szerencsésnek tartom azt, hogy Tataváros önkormányzata is felismerte azt, hogy ez az a szervezet, akivel együtt kell működni rendszeresen, és támogatnak is minket rendszeresen, úgyhogy, és mindenkit szeretettel várunk, aki adni tud. A fiatalok egészséges életre nevelése, a szolidaritás érzésének felkeltése és a segítségnyújtásban való aktív részvételre történő felkészítés, mondta a főorvosasszony, fontos feladata a Vörös Keresztnek. Hiszen segíteni való mindig lesz, és a segítők utánpótlásáról gondoskodni kell. A fiatalok többnyire családi indítatásból jönnek a segítők közé, aztán saját korosztályukban egy jó baráti társaságra találnak. Mennyien vagytok fiatalok itt a csapatban? Hát ugye a kemény mag, hogy úgy mondjam, az egy olyan 15-20 fő, de egyébként olyan 200 fő taglétszám. Miben tudtok segíteni? Ami az ifjúsági munkához tartozik, tulajdonképpen véradás szervezés, most ugye ez fő téma idén. A rendezvényeken az felkérést kaptunk többször is az első segélynyújtásra. 4,5 éve vagyok a Vörös Keresztnél. Miért választottad? Anyu révén kerültem a Vörös Kereszthez, és az első segélynyújtás miatt maradtam tulajdonképpen benne. Segíteni az embereknek, az remek dolog. Hát azt mondjuk, ide jön valaki, hogy most neki nincs se cipője, semmi, és ezt látni, hogy elmegy, és tényleg van ruha rajta. Ez egy jó érzés. És nem volt soha az elmúlt évek alatt, hogy valami miatt lanyult az érdeklődésed, és inkább azt gondoltad, hogy úristen, hát egész mással töltöm inkább, sokkal vidámabb dolgokkal töltöm majd az időt. Nem, mert az ember olyan társaságot szerez a Vörös Kereszt révén, tehát országos szinten is, ami egy idő után szóval baráti társaság alakul ki, és ezt nem szívesen hagyja ott az ember. A baráti társaság hozott ide, vagy pedig valami más miatt vállaltad? Én alapítótagként kezdtem. Mikor? 95. novemberében, aztán szakközépiskolai tanulmányom révén én Budapestre kerültem, és idén februártól vagyok ismét itt a Vörös Keresztnél. Visszajöttél Tatára, és rögtön bekapcsoltál a munkába? Igen, igen. És most már mint az ifjúsági Vörös Kereszt vezetője vagyok itt. Miért olyan fontos neked ez, hogy kihagyás után is visszajöttél? Mit jelentett az életedben ez a segítő munka? Hát nekem elsősorban igazából azért jöttem vissza, mert egy meglévő baráti társaságot hagytam itt, és nagyon jó érzés volt újra velük lenni, és hát emellett akkor csináljuk a Vörös Keresztet is. Bedi Lászlóné Erzsi néni már gyerekkora óta segítő. Édesapja élete természetesen követendő példa volt számára. Én 25-ben születtem, és a 33-ban volt a darabi sztrájk, bányásztrájk, és apám akkor vállalt 3 gyereket.
akinek a szülei, hát nem tudom, üldözték vagy büntették, és mi hatan testvérek voltunk, és azt mondta, ha hatnak van mit enni, akkor még az a három gyerek elfér. Úgyhogy három hónapig voltak nálunk, és ugye apám tímármester volt, főzte a szappant, és akkor mindig segített, mentek ugye, hát azért a lúgér, azért a mosó, és a szappan után megmaradt az a lé, ami odaadta ugye a szegényeknek, hogy mossanak vele. Sőt, mint ő még egy darab szappant is tett bele, és mondjuk rákérdeztem egyszer, mondom, ebből nem lesz baj, mert ugye a Leopoldnál volt, itt a tóparton volt az a gyár, és ő abban volt tímármester. Azt mondja, nem, azt mondja, ő nem lesz szegényebb ősér, de ő nekik meg nagyon jól esik. Úgyhogy disznőliskor is szinte tudták ezek a szegény emberek, és abba a lébe, amit ők elvittek, ő abba beletette ugyanúgy a hurkát is, úgyhogy. Szóval ekkor jöttem rá, hogy ahhoz, hogy mi sokan vagyunk, hát nem étünk rosszul, mert azért megkereste a pénzét, családi házunk is volt, ezzel segíteni mindig segített másokon. És így kapcsolódtam be én is, amikor már nagyobb lettem, hogy úgy szerettem segíteni. Mi az, amiben itt a legnehezebb segítséget adni? Itt a Vörös Keresztnél? Hát megérteni először az embereket. Először is ki kell azt, hogy milyen érzelmi. Hogy az érdeklie, hogy mi most tőlünk kap valamit, vagy csak olyan, úgy jön ide, hogy hát majd adnak. Szóval nagyon el kell velük beszélgetni. Én a titkár úrnak mindig mondom először, beszélgessük meg az emberekkel, hogy na hát mi is, hogy állnak otthon, hogy vannak, hogy élnek, és hát azt azután megyünk el vásárolni. Erzsi néni most egy komoly kitüntetést is kapott a Vöröskeresztes munkájáért. Ez egy aranyérdem. Megvan a bronz, ezüst, és most kaptam az aranyat. Miből áll az önkéntes munkája Erzsi néninek? Hát ide reggel bejövünk, mondjuk. Minden nap? Hát van, amikor minden nap jövünk. Hát már októbertől megkezdődik a krízis, amikor teát főzünk, és hát tavaly nem olyan nagy, de előtte borzasztó sok ember volt, 20-25 ember reggelenként. Kentük a kenyeret, vagyis innen a pékségből hoztuk akkor a kenyeret. Kentük zsírra, vagy vajja, amit kaptunk. De behoztuk hazulról a zsírt, a kacsa zsírt, vagy akármit, ami nekünk megvolt, és azt is rákentük a kenyérre, és örültek is az embereknek. Hát a reggel is után ugye van, hogy nekünk egy összegyűjtött holmink is, amiket bizonyos héten csütörtökön osztunk. És akkor ugye hát ki kell, hogy kisgyerek, vagy gyerekholmi, vagy szóval külön-külön összegyűjtünk. Sárközi József is önkéntes segítő, ő azonban szó szerint a vérét áldozza. Ma már több mint százszoros véradó, amiért idén magas szintű elismerést kapott. Sárközi József idén áprilisban kapta meg az Egészségügyi Világnap alkalmából áldozatkészségéért a 98-szoros véradás elismeréseként az egészségügyi miniszter dicséretét. Akkor még csak 98-szoros véradó volt, most már túl van a százon. Számít valamit? Egy ilyen dicséret? Vagy egy ilyen kitüntetés? Sokat számít, sokat. Én nagyon örültem ennek az elismerésnek, hiszen ez az elismerés igaz ugye, hogy személyemnek szólt, de úgy gondolom a véradó társaimnak is, mindazoknak, akik egyszer, kétszer, sokszor adtak már vért, és tényleg az egészségügyi kormányzat, aki nagyon fontos feladatának tekint, ugye, a véradást is, ilyen szempontból is nagyon fontos, hogy az egyes személyeket, hiszen ezen ünnepségen voltak olyanok is, Hajdú-Bihar megyéből, más megyékből, összes hatan voltunk egyébként, akik ugye kaptuk ezt az elismerést, és az egész országból, igaz, hogy egy erkölcsi elismerés, és a mai világban ez sokan ugye nem tekintik komoly elismerésnek. Én nagyon komoly elismerésnek tekintem, és hogy mondjam, nagyon jól esett. És rajta, tehát én úgy gondolom, hogy rajtam keresztül, hát a megye,
irodását, és a várost is elismerték, hiszen a miniszterem megkezdte mi újságban Tatán többek között. Hiszen ugye voltak itt más ügyek is, és hogy mondjam, emberileg is jól esett.